csődbe megyünk minden héten, van egy dolog, amiről nagyon-nagyon fontos beszélni a sikeres pénzügyekkel kapcsolatban. Úgy is mondhatnánk, hogyha szeretnél sok pénzt keresni. Ez pedig ez, hogy csődbe megyünk minden héten, meg fogod érteni, hogy ez a kettő hogy jön össze, hogy valaki minden héten csődbe megy, és közül meg a sikeres pénzügyekről beszél. Üdvözöllek, Szilágyi Balázs vagyok, ez a Honlapra Fel csatorna, iratkozz fel, hogyha még nem tetted meg. Elindulok az autóval, és elmondom neked, hogy miről van szó. Az egésznek az apropója az, hogy Horváth Attila barátom a Pelfi csatornától, podcasttől készített velem egy interjút. Be fogjuk linkelni, itt a YouTube-on is elérhető ez az interjú, de ez inkább egy podcast formában, tehát nincs hozzá kép. Föl lehet rá iratkozni. Nagyon-nagyon sikeres pénzügyi, magyar nyelven pénzügyi podcast. És arról szól, és abban próbál meg Attila segíteni, és erről szólt velem is az interjú, hogy mennyire fontos a pénzügyeket tervezni. És szeretném enged elmondani, hogy mit jelent ez, hogy csődbe megyünk minden héten. És azt látom, hogy nagyon sok vállalkozónál, ez elsősorban vállalkozókra lesz igaz, amiről most beszélni fogok, megvan az, hogy nagyon-nagyon nehezen kezelik a pénzügyeket. Egyrészt, ami bejön, azt szinte azonnal elköltik, tehát hogyha van egy jobb hónap, vagy egy jobb hét, akkor következő hónapban már olyan, mintha nem is lett volna az egész. A másrészt, és ez a lényeg, én azt gondolom, hogy ez a lényeg, hogy van egyfajta olyan dolog sokakban, hogyha úgy viszonylag jól mennek a pénzügyek, ez lehet azért, mert éppen jobb hónapok vannak, lehet, hogy azért, mert sikerült egy picit tartalékot félretenni, akkor nem igazán gondolkoznak előre, hanem jön, ami jön, és ugye nagyon gyakran van ebből ez az ilyen hullámzás pénzügyileg, hogy bizony egy idő után, ami jön, az nem jön, és ezen van, vagy erre van egy megoldás, ami az én megoldásom, elmondom neked, ez pedig az, hogy menj csődbe minden héten, vagy minden hónapban. Mi ezt csináljuk. Nem szó szerint, hanem átvitt értelemben, de úgy nagyon is. És ennek az eredménye, hogy olyan messze vagyunk a csődtől, amilyen a konkrét szó szerinti csődtől, amilyen messze még soha nem voltunk. Elmagyarázom neked, köszönöm, ha eddig itt voltál, és köszönöm, hogyha végighallgatsz. Hidd el, hogy érdekes lesz. Lehet, hogy nem szokványos, lehet, hogy egy kicsit kemény, de érdekes és hasznos lesz, amiről beszélni fog. Helyzet a következő, én is benne voltam abban a csoportban, hogy ami bejött pénz, azt mindent elköltöttem. Erről ebben az interjúban is beszélek, most nem is mennék bele részletesebben. Egy ideje viszont elkezdtem a pénzügyeimmel tudatosan foglalkozni, és ez nem csak azt jelenti, hogy megtervezem a pénzügyeket, meg beosztom a pénzeket, hanem azt is jelenti, hogy számomra, mivel minden héten az előző hétnek a pénzeit én elosztom ilyen különböző területekre, hogy mi mire fog menni, onnantól kezdve én úgy indulok, mintha nullán lennék. És ez az, hogy csődbe megyünk minden héten, és ez az, amit neked is javaslok, hogy menj csődbe minden héten. Ugyanis teljesen más, hogy áll az ember a dologhoz, más, hogy áll a pénzkereséshez, a pénzcsináláshoz, hogyha van ez a, itt megmondom őszintén, hogy inkább rossz értelemben vett biztonság, hogy ó, hát úgy is van a tartalékom, nem igazán kell vele foglalkoznom, hogy most ezen a héten jön-e bevétel, vagy ebben a hónapban jön-e a bevétel, majd, ha esetleg valami gond lesz, akkor következő hónapban úgyis rendben lesz, meg úgyis ott vannak a tartalékok, stb. Na most ennek az az eredménye, az én tapasztalatom szerint, és ez különösen igaz egy válsághelyzetben, mint a mostani, nem tudom, mikor fogod nézni, mindig lesznek válsághelyzetek, ez különösen igaz válsághelyzetben, hogy úgy ráérünk még foglalkozni azzal, hogy pénzt keressünk, pénzt csináljunk, és előbb-utóbb az ember hozzászokik ahhoz, hogy nem is kell pénzt csinálnia, elfogy a tartalék, elfogy az a biztos jövedelem, ami eddig volt, stb. Mi nulláról indulunk minden hónapban és minden héten. Mit jelent ez? Nem érdekel, hogy mennyi van a számlánkon. Ennek a pénzügyi tervezésnek és tudatosságnak köszönhetően amúgy egészen sok van a számlánkon, tehát mi nagyon-nagyon sokáig tudnánk működni itt a Honlapra Felnél, úgyhogy mindenki megkapja a mostani fizetését, minden költséget kifizetünk, és közben meg egy fillérbevételt sem termelünk. Tehát ez a fajta biztonság megvan,
számunkra, de nem ebből indulok ki. Nem mondom azt, hogy ó, gyerekek, hát tök jó, meg kifizetjük a béreket, még akkor is minden rendben lesz, még egy évig ugyanúgy tudunk működni. Nem. Hanem hiába van ott a számlánkon ez a tartalék, és ez azonnal hozzáférhető forint formájában van ott. Én úgy állok az egészhez, mint hogyha nulla forintunk lenne minden egyes hónapban. Sőt, elárulom neked, hogyha még több pénzt akarsz keresni, meg még nagyobb anyagi biztonságban akarsz lenni, akkor minden héten, nálunk ez minden héten újraindul. Mit eredményez ez? Azt eredményezi, hogy rá vagyunk kényszerítve, tulajdonképpen saját magunk által, de rá vagyunk kényszerítve arra, hogy bármi is van, bármi van a világban, válság, változás, ugye minket például ebben az évben ért a koronavírus, ami gyanítom, hogy mindenkit ért, illetve ért egy nagyon-nagyon kemény, nem is egy, hanem nagyon kemény több jogszabályváltozás, aminek hatására nyugodtan mondhattam volna azt, hogy ja, hát most akkor néhány hónapig nem csinálunk bevételt, nem baj, úgyis megvannak a tartalékok. Nem, rá vagyunk kényszerítve, hogy bármi ilyen változás ellenére, bármilyen külső körülmény ellenére, itt most nyilván negatív körülményekről beszélek, minden héten, minden hónapban újra megtermeljük azt a pénzt, amire szükségünk van a működésünk köz. A működésünkbe én beleértem nagyon-nagyon keményen az én, mint vállalkozó fizetésemet, és nagyon-nagyon keményen azt, hogy tartalékot is félre tudunk tenni, illetve hogy nekem, mint vállalkozónak még osztalék is jár. Jó, ezt neked is javaslom, nézzél így magadra, nagyon sokaknak, ez egy másik videónak lehetne a témája, de amely belekezdtem, nagyon-nagyon sokaknak vállalkozóként, ők maguk az utolsók, mindent meg mindenkit kifizetnek, és akkor ha esetleg marad neki valami, nem. Fizesd ki magadat először, fizesd ki magadat rendesen, fizesd magadnak bért azért a munkáért, amit beleteszel a cégedbe, és fizesd magadnak osztalékot is, mint tulajdonos azért, mert a céged jól működik. Na, itt ez a zárójel bezárva. Tehát nálunk ezek a működési költségek, ezek is benne vannak, tehát ezeket is ki kell termelni, és minden egyes hónapban, mi minden egyes héten rá vagyunk kényszerítve arra, hogy ezt megtermeljük, és ez azért nagyon-nagyon jó, mert sohasem lustulsz el, sohasem kerülsz abba a helyzetbe, amiről már ugye többször beszéltem ebben a videóban, hogy ó, hát van tartalék, vagy mit tudom, úgyis van valami alap, ami bejön, és azzal majd el vagyunk, hogyha így rosszabb napok vannak, vagy ilyesmi. Nem, minden áldott alkalommal, minden egyes héten, minden egyes hónapban meg kell csinálni nulláról a pénzt. Ez nagyon-nagyon rugalmassá tesz, nagyon-nagyon gyorsá tesz, és tulajdonképpen erre van szükséged a 21. században, hogyha nem vagy gyors, ha nem vagy rugalmas, akkor előbb-utóbb ki fogsz esni a versenyből, jó? Tehát lehet, hogy valaki ma jól működik, ma sok pénzt keres, hogyha nem tud gyors és rugalmas lenni, akkor ugyanazt próbálja folytatni. Lehet, hogy az elején csak egy picit lesz a dolog rosszabb, anyagi értelemben, vagy működési értelemben, de előbb-utóbb el fog oda jutni, hogy nem működik rendesen az, amit csinál, nem tud rendesen pénzt csinálni. Ugye miért mondtam azt, hogy ez inkább vállalkozókra igaz? Azért, mert alapvetően, hogyha valaki bérből és fizetésből él, ott is igaz ez a történet, és ott is igaz kellene, hogy legyen, hogy legyenek tudatosak a pénzügyek, és legyen pénzügyi tervezés. Ugye ott van egyfajta, hát ezt sokszor biztonságnak mondják, nyilván erről lehetne vitát mondani, bár tény, hogy bérből élni, annak ez egy pozitívum, hogy van egyfajta biztonsága, vagy bizonyossága annak, hogy még egy adott fizetést minden hónapban meg fogsz kapni. Tehát, hogyha jól megy minden, és még nem küldenek el, nem megy csődbe az a cég tényleges értelemben, ahol dolgozol, akkor ugye ezen, amiről ebben a videóban beszéltem, nem kell aggódnod ezzel, neked nem kell foglalkoznod. Akkor is érdemes tudatosan azt oda tenni, hogy az ember ne kényelmesedjen el a pénzügyekkel kapcsolatban. Tehát magyarul soha ne érezd azt 100%-osan biztosnak, hogy be fog jönni neked valamennyi pénz, vagy be fog, vagy van neked a számládon valamennyi pénz. És ez még egyszer nem tévesztendő össze azzal, hogy az ember ne legyen biztos önmagába. Persze, az kell. Nem tévesztendő össze azzal, hogy ne képezd tartalékot. Ez kell. Tehát még egyszer, nekünk is ez megvan. De
állj hozzá minden egyes hónaphoz, vagy minden egyes héthez úgy, hogy na most akkor mi van? Elsője van. Apropó, amúgy pont elsőjén veszem fel ezt a videót, de ennek semmi köze, tehát bármelyik napon nézheted. Elsője van, vagy hétfő van, akkor nézzük, miből lesz ezen a héten, vagy ebben a hónapban pénzünk, hogyan fogjuk megcsinálni. Ha ezt el tudod érni, akkor hidd el nekem, hogy tulajdonképpen bármilyen helyzetbe kerülsz, bármit hoz az a hét, vagy az a hónap, mindig képes leszel elegendő pénzt előállítani, csinálni, ugye én ezt szeretem ezt a kifejezést használni, ahhoz, amire összességében szükséged van. És nyilván, hogyha van egy alapbevételed, valamilyen fix, amit fizetnek minden héten, minden hónapban, ügyfelek, megrendelők, vagy akár ahol dolgozol, akkor adott esetben, hogyha ezt pluszként teszed oda, hogy onnan indulsz, akkor meg zseniális magasságokba fogsz tudni emelkedni, már ami a pénzügyi bevételeket illeti. Remélem, hogy segítettem neked ezekkel a gondolatokkal. Nézd meg a Pelfinek a csatornáját. Itt a YouTube-on is megnézheted, de inkább valamilyen podcasten, nagyon-nagyon sok podcasten fönt vannak, amivel te szeretsz, vagy szoktál podcasteket hallgatni. Ugye magyar nyelvű a csatorna, magyar nyelvűek az adások, és minden héten megy föl pénzügyi tudatosság, pénzügyi tervezés témában egy anyag. Nagyon-nagyon érdekesek az interjúk is. A legutóbbit azt velem hallhatod, javaslom, ezt is neked, az nem autóban készült, stúdió körülmények között, stúdió mikrofonnal, stb. Remélem, hogy segítettem neked, remélem, hogy te is tudatos tudsz lenni a pénzügyei terén, hogyha segítettem, hogyha érdekes volt, hogyha hasznos volt, akkor nyomj egy ilyet, megköszönöm, hogyha nem, vagy csak éppen olyan kedved, vagy nyomj egy ilyet, azt is megköszönöm, iratkozz fel a honlapra, fel csatornára, hogyha még nem tetted meg, és köszönöm, hogy itt voltál.